Köszöntöm a kedves nézőket, ezennel megindult a Bayern München Uruguay mérkőzés. Meg is történt az első passz, viszi, passzol, jó, a labda elkeveredett. Suárez egyre közelebb, Suárez, most elment a kép. Jó, visszajött. Hoppá, itt most valami blokkosodás történt, ugyanis Suáreznek és a Bayern München játékosának padhelyzet. Úgy látom, hogy megakadtak. Viszont egyre csak problematizálódik a helyzet, mivel a harapási együttható egyre csak emelkedik. Ezt azt gondolom, hogy a Bayern München játékosra is érzi, úgyhogy elővesz egy szendvicset, és odarakja vállához, amire Suárez rákap, és... Nézzük a lassítást. Igen, láthatók azok az erős teljes fogak. Nem tudom, hogy milyen fogrémet használ, de az most nem is számít. Képhiba, elnézést. Most egy gyors bejátszás az edzővel. What do you think about one of your players? Mit gondol az egyik játékosukról? Well, actually... Nos, Robin, tudja. Robin. Robika, légy szíves. Egész jó vicc volt. Mindegy, tovább lépünk. De csúnya! Jó. Kiállítás. Úgy látom, hogy vakondulnak, ez nem tetszik. Jó. Shit, fuck. Viszi. De csúnya volt! Jaj! Szabadrúgás következik most, gyorsan. A bíró már hozza is a borotvabot, csak ezt nem értem, hogy miért... Miért kell borotvába bekenni a pályát? Talán le fogják borotválni. Nem tudom. Mindegy. Itt most valami tanakodás megy, hogy valamiféle borotvát kér a játékos. Biztosan meg szeretne borotválkozni, vagy nem tudom. Akkor lássuk a szabadrúgást. A játékos megfogja az elrúgott labdát, és bekeni magát borotvabbal, közben a bíró tüsszent, és mindezt nem veszi észre. A bíró magához tér, a játékos pedig megborotválkozik. Gillette. The best is this. Visszatértünk, szöglet. A labda száll. Nagy a lögdösödés. Az uruguayi kapura lő, de mindez nem számít, mert a bíró lefújja. Szabad rúgást ítélnek. Viszont ahogy elnézem, nem tetszik ez egyik félnek sem. Elég nagy csetepaté van ott. Mi lesz ebből? Jaj. A bíró tanástalan nem tudja, hogy mit mondjon. Nem volt semmi! Majd végül úgy dönt, hogy nem volt semmi! Ilyet még nem láttam. Na mindegy, menjünk tovább. Jó, akkor most beszéljünk a mérkőzés fontosabb eseményeiről. Igen, a 86. percben egy nagyon érdekes megmozdulást láthatunk. Itt már egyből nézhetjük is. Hogyha Schweinsteiger labdája pontosabb lett volna, és nem Suárezhez, hanem Müllerhez kerül a labda, akkor Müller tovább tudja adni Götzének, és Suárez nem Diego Lugano-nak adja a labdát, hanem Götze Robbennek, és Robben befejli, és nem Diego Lugano Oscar Tobáreznek. Hozzá kell tennem, hogy ez feltételezés, de hogyha beválik, akkor az jó. Köszönjük. Szívesen! Goodbye to the people who loved me. Goodbye to the people who trusted me. Sziasztok! Először, de nem is sziasztok, hanem ugye egy ember nézi a videót. Tehát akkor szia. Köszönjük szépen, hogy még mindig nézed a videót. Másodszor. Hogyha tetszett a videó, akkor légy szíves, dobjatok egy zöld kezet. Azt is köszönjük. A másik dolog, amit szeretnék mondani, hogy egy olyan szintű repszámmal készülünk, amit 50 Cent is megirigyelne. Úgyhogy... Kétszer is. Ez most egy kicsit béna volt, de tényleg jó lesz a videó, meg a zene is. Nem azt mondom, hogy érdemes velünk tartani, mert az inkább mondjuk azt, hogy viszlát. Sziasztok. Sziasztok. De hát komolyan annyira szorítja a seggemet is, meg... Bocs. Minden bajom van.